Sziasztok! Visszatértem a YouTube képernyőire, egy kicsit eltűntem a szezon után. Lementek a versenyszezonok, és utána a regenerálódásra próbáltam figyelni. Reméljük, nem jön be senki. Ami azt jelentette, hogy ez volt az első olyan szezonom, amikor a pihenőfázisban sem vettem le a tesztót, hanem egy ilyen TRT jelleggel, gyengébe kedvéért, testosterone replacement therapy jelleggel ben volt hagyva egy ilyen 250 mg testosteron. Amit észrevettem ez idő alatt, ami pozitívum volt, az, hogy természetesen nem gyengültem el, nem puhultam el, tömegemből nem vesztettem, tudtam tartani az erőszintemet. Ez követte egy vérvétel is. A vérvétel eredménye majdnem tökéletes, tehát egy-két érték eltért. Máj érték, ami rosszabb volt, azt hiszem, ami kiemelkedően rossz volt, de alapjában véve semmi probléma nem volt, így nem indokolta semmi azt, hogy esetleg pihenjek, vagy bármilyen pihenő legyen. És ezt fogja még követni egy kardiológiai vizsgálat, ami a következő részben lesz látható. Viszont most kanyarodjunk vissza arra, hogy mi történt a verseny után. Amint említettem, volt egy nagyobb pihenő, 8-7 volt összesen ez a pihenőfázis, amikor is minimális tesztót használtam, ez mint említettem 250 mg volt. Most kezdtem el 2 hete a komolyabb tömegelést, ez annyiban változott, hogy a 250 mg tesztoszteron megemeltem 340 mg tesztóra, ami egyébként lassú tesztoszteron, egy enantát, pluszban még majd jövő héten fog bejönni hozzá a Boulderon. Nem egy borzasztó nagy mennyiség lesz, 400 mg. Ami hiba volt szerintem a tömegeléseim során, hogy mikor elkezdtem úgymond ugye a kúrát, a ciklust, akkor egyből belecsaptam, hogy 6-700 mg tesztó, akkor ez a standard heti 3-szor 1 mg enantát, vagy susztanon, és akkor egyből mellé minden gyorsan metát, vagy esetleg még mellé dekát is használtam. Viszont a mostani tömegelésemnél és a tavalyinál is már úgy csináltam, hogy szépen lassan felépítve raktam be mindent, tehát nem hülye és barom módjára egyszerre mindent, hanem kezdtem egy kis tesztóval, utána ráépítve esetleg boldanon, vagy ráépítve egy kis deka. Nekem a deka nem vált be, vagyis azért nem vált be, mert nekem a libidómat nagyon-nagyon lecsapja, ezért szoktam boldanont használni inkább. Tehát az első 4 és 6 hétben csak tesztosztalont szoktam használni, és akkor utána ráépítve a többit boldanon, utána esetleg később meta, és későbbekben inzulin, de erről majd részletesen fog beszélni. Most térjünk vissza arra, hogy a mai edzésen mit fogtok látni. Egy vált triceps edzés fog következni. Jelenlegi periódusban heti 4-szer szoktam edzeni, ami úgy néz ki, hogy hétfőn szokott lenni a mellbiceps, kedden szokott lenni a láb, szerdán pihenőnap szokott következni, csütörtökön egy vált triceps, péntek megint pihenő, és a szombati nap úgy szokott kinézni, hogy felhúzás szokott lenni, egy vagy két hajlító, és utána pedig következik a hátedzés, amit szerintem meg fog variálni, mert a húzás az nagyon-nagyon sok energiát kivesz, plusz vagy utána még az egy-két hajlító is nagyon meg szokott vágni, úgyhogy a pénteki napra szerintem be fog rakni egy külön hajlítóedzést. Most megcsinálom az edzés közbeni italomat, ami egy új termék, oda már raktam 10 g eszenciális aminót, és még ebből dobok 2 kanállal. Ez a Fury nevű izotóniás ital, ami Torrente is szokott inni. Természetesen basztam edzés után nyújtani, és ez okozza a könyök problémámat. De ezen már változtattam, és minden edzés után szoktam egy 5 perc minimum nyújtani. Ez van, ha hülye vagy, akkor rápaszol. Sőt, régen a melegítése is basztam egy nagyot, de most már próbálok tudatosan ráfigyelni.
Meglátjuk majd, hogy edzés közben mennyire fog fájni a könyököm. Múlt héten már egész jól tudtam nyomni. Tricepszezni még nem tudtam 100%-osan. De most meglátjuk, majd kiderül. Oldalam és se fogunk kezdeni. Pár kört melegítünk. Egyébként már itt is fájt a könyökömnek az oldala, de most egész jó. 2-3 kör melegítés utána úgy fogunk kezdeni, hogy megnézem, mert felszoktam ilyen az edzéseket. 22, 26, 30, 36. Így lesz az oldalamal, és hát akkor melegítünk még 2 kört, és utána megyünk a 22-esre. Aztán a sztár, aztán már szerepeltél. Ugye, hogy szerepeltél már? Jaj, bocsi. Hát nagyjából nincs senki. Na mindjárt kiderül. Mennyire fáj, vagy nem fáj. Már rosszabb jobb is. Nagyon fontos, hogy kibaszott súlyt tegyétek mindig a kurva helyére vissza. Visszatesszük a helyére. Most. Bassza meg! Még az előszín nem az igazi, de ahhoz képest, hogy ez a második, második itt a komolyabb tömegelésből, ahhoz képest elég jó. Nagyon precízen edzésnaplót vezetek. Oldalam elős 22 x 10, 25 x 10, 30 x 10, 40 x 10. Yeah.
ez 3 hete úgy nézett ki ez a nyomás, hogy ezt kb. Eddig tudtam leengedni. Most szerintem fog menni. Három munka sorozat lesz, 8-10-es ismétlés. Hát, könyököm az nem az igazi, nem 100%-os, itt nyomásnál azért még érzem. Viszont oldalam első tökéletes volt, ha mindjárt kiderül. Rákészülök, szorító minden. Nem vészes, nem 100%, de használható. Ezért még rakunk rá. 1-2. Kicsit. 1-2. 3. Nem nyúlok bele. 4. Itt a kezem csak. 5. 6. 7. 2. 9. Jó. Hibáltam. Faszomba. Hú. Jó volt. Kurva jó volt. Hát nem fájt a vállam. Most érzem a rotátorom. Olyan nincs, hogy minden tökéletes, sőt, ahogy öregszem, olyan rosszabb. Egy, jó, 3. Kezd! 3. 4. 5. Jó! Faszomat! Jó, nem volt rossz. Tehát a következő gyakorlat oldalemelő és gépem. Megpróbálkoztam az álló oldalemelő géppel. Sajnos se a könnyököm, se a lábam nem bírta. Mert ez várható volt, mert mindig fájni szokott. Azért esett a választás erre a gépre, mivel itt nem kell fognom, nem kell markolnom, nem kell őt kifejtenem, hanem megtámasztom itt a könnyökömnél, ezáltal a könnyök problémáim megszűnnek. Nagyon remélem, hogy az idővel el fog múlni, vagy javulni fog, de valami minden évben van, rotátorom szokott, térdem, olyan nincs, hogy 100%-osan minden oké. Sajnos, itt egész jó. Hú, bassza meg! Robi? Fáj?
7, 8, 9, 10. Ez semmi. Megkarmolt a kis arcom a mikroport. 3-mal nyomtam, akkor most felállokom 5-re. Az lesz a top set, és akkor vissza még 3-ra. Ez a terv. És Matika meg fogja azt mondani. Látom, ott. Ezt viszont láttam valahogy a cicát. 1-2. 1. 2. 4. 5. 6. 7. Jó, faszomba! Ez nehéz volt, ugye, hogy nehéz volt aztán? Engem! Kettő. Adj! Hat, sima. Adj! Nem nyúlok. Úrva anyádat! A faszomba! Jó. Döntött törzs oldalmán is fog következni, ebből 4 kör lesz. 22, 25, 30 és 40. Utána egy 2 perc pihenő, és utána triceps lesz 3 gyakorlat. Gyakorlatonként 3 munkasorozat. Kurvára lássunk is neki, mert késő van. Mennyi az idő? És még Bertold lesz se edzett, bazna. Na mehet! Buf! Tömegelés mennyire? Nincs támtelefon, nem tudom az applikációt megnézni. De ilyen 127-ről kezdtem, igen, annyi vagyok reggel 4 óra. Ez a tavalyhoz képest 10 kilóval több. Tavalyan 116-ról kezdtem. Szarabb minőségben, szarabb formám. Nyilván akkor teljesen üres voltam. Most a TRT-n volt egy kis minimális tesztú 254-om. Amit a videó elején is említettem, úgyhogy ez szerintem ennek a, sőt nem, ez ennek az oka, hogy sikerült megtartom a tömeget, erőszintet. 35. Utána tricepszezünk. Miki, milyen kóra szoktál használni a Jimmy rendeléseket? Csak a P. Csak az. Negyben. Ó, bassza. Kellemes a zene. Szerintem homlokrendelést egészen biztos nem fog tudni csinálni. Talán megpróbálkozok egy szűk nyomással letolás után. Nézzük meg a 40-es. Tovább mehetünk tricepszezni.
Volt egy jó nyomás az egyik videóban. Aston olyan, mint Mikinek, olyan, mint Don Quixote-nek Sancho panca. Ott van, háj, de cuki vagy! Cica? Hol a cica? Kezd! Hát majdnem max. Várazás nem majdnem 100%-os volt, viszont a triceps edzésnél még azért vannak problémák. Remélem, hogy idővel majd ez 100%-osan helyre fog jönni. Könyökömet egyébként kettő ember is kezeli, Máda MS-e, itt a Szájtagolban is, aki az masszázsják is kezeli, ő pedig Nagy Gáspár Dorottya, úgyhogy ezúttal is szeretném nekik megköszönni, hogy ilyen sokat javítottak rajta. Megy! Alakul. Hú. Majd kiderül, hogy mennyire fog fájni. Karra nem szoktam külön edzeni. A biceps az a mellel van, a triceps pedig a vállal. Kell segíteni? 3 gyakorlatot szoktam bicepsre és tricepsre is. Ismétlés szám az ilyen 8, 10, 6. Azt vettem észre, hogy miután nem edzem külön akart. Nekem erre és erre az ismétlés tartom, erre a 8-as, 10-es, 6-osra sokkal jobban reagál, mint a magasabbra. Toljak még egyet vagy? Vagy még egy gyakorlat? Ah, persze. Mi volt a 3 sorozat? Azon gondolok, hogy... Hát... Hátul van egy gép. Megnézzük. Most végre tudom csinálni a egyik kedvenc gyakorlatomat tricepsre, a homlokrengedés. Azt hiszem, itt a max súly volt már, átcsináltam azért 90-nel. Most egészen biztos nem fogom, kezdtem 40-nel, aztán 60, és a végén meglátjuk, szerintem 75. Kiderül mennyire. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Elég a 8. Hát szem. Nem tudom ezt is. Jó. Ah!
Há, jó. Ahhoz képest most kezdtem tömegen. És még a tesztó sem magas, sőt igazából nem is lesz annyival, sokkal több. Maximum szerintem 500 mg. Tehát gyakran hallok srácokat, ilyen 750 ezer mg. Minek? Mi a fasznak? 350-nel vagy 400-nel, 450-nel. Sőt, 250 mg-mal is lassú tesztóval ugyanúgy lehet erősödni szerintem. Pontosan. Áááá, kettő, három, négy, öt, bele se nyúlok, hat, meg, még egy, hozz, áááá, jó, vissza, hát ez szubált, hopp, várja, fogom, oké, valószínűleg a Jimmy Mesh pulóval adta az erőt, tehát, ez volt a váll és triceps edzés. Most lenyújtok, utána még lehet mondok egy-két dolgot, egy-két. Hát nem tudom, de még az öltözőben elmondok pár szót, aztán vége, mennyi az idő, hogy késő van már. Edzés után következik Geraszton, nem kap semmit. Hát ez diétával mindig jól szokott esni, most így tömegelésnél. Valahogy nehézkesen eszem meg. A mi edzés után mindig megy, az 100 g Jim Beam-es csíszkása, egy adag, nem, bocsánat, másfél adag ájzové, és egy banán. Figyelj, nem. Egy banán kaphat, Miki? Ó, azt igen, más szépen.